Üdvözöllek benneteket, szép napot kívánok mindnyájatoknak! A mai napon a derejére esett a választásom, ma ezt fogom elkészíteni. Ha érdekel benneteket, hogy hogyan, tartsatok velem! Fogjunk is hozzá! Nézzük is meg, hogy mire lesz először is szükségünk. A derejének is kétfajta receptje van. Van egy krumplis változat, illetve olyan, amiben nincsen krumpli. Én ezt a krumplisat fogom most nektek bemutatni. Természetesen az a másik is tökéletes, nagyon finom, ki így szereti, ki úgy. Most nézzük is meg. Itt láthatjátok már, hiába megfőztem a burgonyát, egy 5 szem burgonyát, most már teljesen hagyom kihűlni, és utána át fogom törni egy krumpli nyomon, és bele nyomom ebbe a tálba, és megvárjuk, hogy teljesen kihűljön, mert hogyha meleg, akkor el fogja lágyítani a tésztánkat. Szükségünk még lesz hozzá még egy tojásra, egy csipet sóra, nem sokra, csak egy csipetre, és annyi lisztre, amennyi természetesen fel fog venni. Na most még ehhez lehet hozzáadni esetleg egy kis vajat is, hogy még könnyedebb és lazább legyen a tésztája, ki ahogyan gondolja, de én ezt így készítem. Nos, először is, most le fogom nyomni ezt a burgonyát ezen a törön, össze fogom vegyíteni a tojással és az anyagokkal, és addig fogom összegyúrni, amíg el nem válik a tésztától, vagy a tálamtól, bocsánat, illetve a kezemtől. Majd mutatni fogom. Mint láthatjátok, össze is dolgoztam az alapanyagokat, teljesen elvált a tészta a edény falától, illetve a kezemtől, jól kidolgoztam, és most hagyom egy icipicikét itt letakarva pihenni, addig, amíg körülbelül elkészítjük a zsemlemorzsát, amibe bele fogjuk majd forgatni. Nézzük is csak. Ide tettem egy lábast, ebbe beletettem egy 2-3 evőkanál zsíradékot, olajat, lehet margarint is, vajat is, ki ahogyan, kinek ami tetszik, kinek mi ami szimpatikusabb, és ebbe tettem bele a zsemlemorzsát. Először nagyon-nagyon nagy láng, tehát nagyobb lángon fogom indítani, már látszik is, úgy már kezdi nekem megkapni itt, és utána amikor vissza fogom venni, és ebbe fogom nagyon szépen megpirítani. Szépen lassú tüzön, ugye hát az idő, amíg ez úgy elindul, de majd mutatni fogom, hogy én nálam ez milyen színű lesz. Nos, itt vagyok, mutatom nektek, én körülbelül ilyen színűre szoktam pirítani a zsemlemorzsámat a dereje alá. Szoktam beletenni még ilyenkor cukrot is, hogy esetleg ízesebb legyen, finomabb legyen. Arra nagyon ügyeljetek, hogy amikor már elkezd pirulni, akkor még csak véletlenül se hagyjátok itt, mert átforrósodott az edény, már nagyon pirul, és pillanatokon belül oda tud kapni, oda tud égni. Úgyhogy ehhez nagyon oda kell figyelni, hogy nehogy megkapassátok, mert akkor keserű lesz, és nem lesz jó ízű. Mint láthatjátok, a pihentetés után enyhén aláliszteztem a deszkának, és azt a kis tésztát szépen egy 2-3 mm-nyi vastagságúra elnyújtottam. Ezt meg fogom halmozni most lekvárral. Rákerültek a lekvárhalmocskák, most azt a másik felét rá fogom hajtani, és az ujjaimmal közben össze fogom nyomkodni. Miután összenyomkodtam a kezemmel a ráfordított másik tészta felét, akkor utána szépen derejevágóval elvagdostam, és majd ezt fog belekerülni egy enyhén sós lobogó vízbe, és onnan viszont pedig a zsemlemorzsánkba. Ennek a tésztának nem sok főzési idő kell, szinte csak annyi, amíg majd feldobja a tetejére, és már utána lassan szedhetjük ki. Természetesen ugye a burgonya főtt benne, a liszt is pillanatokon belül elkészül, illetve megfő benne. Úgyhogy már láthatjátok, már teljesen jön föl a tetejére, már lassan szedem is ki belőle. El is készültem a derejével, nézzétek meg, nem árulom zsákba macskát, itt van beleforgatva a zsemlemorzsába, és így van kitálalva. Egy kis porcukrot tettem én a tetejére, de még aki szeretné, az tehet rá fahéjat is. Hát attól függ, hogy mivel van töltve, lehet ezt természetesen túróval is tölteni, kinek ízlése szerint, nagyon finom túrósan is. Úgyhogy, hát nem tudom, ahogy ki gondolja, én a mai napon így készítettem. Hogyha tetszett nektek, hogy ezt az egyszerű ételt hogyan készítettem el, készítsétek el ti is. Nem nagy technológiai eljárást igényel,
De azt gondolom, egy nagyon finom és régi elfeledett ételünk, egy desszertünk. Én a mai napon egy jó kis húsos káposztát készítettem, azután gondoltam desszertgyanán, ezt is megmutatom nektek. Itt is vagyok, nézzétek meg, egy jó kis húsos káposzta készült, van benne egy kis füstölt, van benne hús oldalas is, nagyon finomra sikeredett, már kóstoltuk, úgyhogy a derejét viszont desszertnek gondoltam utána. Hát, hogyha tetszett nektek, hogy én hogyan készítettem el ezt az ételt, akkor ti is készítsétek el. Egyébként a húsos káposztának a videója már fent van az oldalamon, a csatornámon, ha gondoljátok, keressetek rá, ti is készítsétek el. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, további szép napot kívánok nektek, sziasztok!